Volt egyszer egy király. Annak kicsi lánya, kit most a méhfolyában láthatnak, s volt ő neki még egy égig érő fája is. De arra még mit sem tudok, mert az még a földben nem is volt. Ide haladt el a kislányra, kinőtte magát a fólyából, az égig érő fa meg kinőtte magát a földből. A király változatlan. Végtére pedig a kislányra. Nagy lenne a szerdőd. Nagy lenne a szerdőd. Az égig érő fa megelérte az eget. És addigra már bizony megfényeredett a királyfaja is. Itten tartunk most. Mennyire elégedett a látott műsorszámokkal? Hát az a baj, hogy én végig konferálom és hátul vagyok a diákokkal, én nem pontosan látom. A hátsó munka az mindig szívmelengető, hiszen azt látom, hogy dolgoznak a diákok. A produkciót a zsűri tudja majd, aki nézőtérről nézi, és ők majd a szakmai értekezlet, amikor értékelik, én esetleg arról értesülök. Nekem minden gyerek nagyon jó pofa és nagyon fegyelmezett munkát látok hátul. Tehát szívemhez nőtt mindegyik, nem tudom mondani azt, hogy minőségileg milyenek lesznek majd. De vannak nagyon-nagyon komoly darabok is közötte. Mennyire változatos most a műsort kínálat? Nagyon változatos. Mindenféle bábtechnika szinte megtalálható. A fekete bábtól, a sík bábtól, vegyes technikától, mindenféle olyan dolog, amit a gyerekek kitalálnak és összehoznak. Annak érdekében, hogy azokat a meséket, azokat a mondani valókat, amit üzenetként a néző gyerekeknek akarnak elküldeni, megfogalmazzák a báb nyelvén. A Heves megyei csoport produkcióját hogyan látta hátulról, hogy előről, akkor ezek szerint nem. Igen, a Visznekieknek ezt a darabját már láttam egy másik fesztiválon, ezzel neveztek be erre a fesztiválra is. Ez egy fekete színház volt, nagyon ügyesek, egyébként is a Visznek az általában nyertesek között szokott lenni. Ebben az évben is ugyanolyan fegyelmezetten és ugyanolyan színvonalon hozták tudásukat, mint eddig mindig tapasztalhattuk tőlük.